búza és kalács szentelésre szólították az ortodox hívőket a harangok Medinán. Ez a község Tolna megye egyetlen olyan település, ahol szerb kisebbség él. Anyanyelvüket és a kultúrájukat ma is ápolják, egy héttel később is tartották a pünkösdöt más keresztény közösségekhez képest. Ősi szabály szerint ugyanis, ha a két naptárból adódó különbség ellenére a zsidó és az ortodox húsvét ugyanakkorra esne, akkor az ortodox keresztények a húsvét ünnepét egy héttel későbbre halasztják, így a pünkösd is későbbre csúszik. A római katolikus egyház megengedi, hogy a zsidó ünnepel egybe essen, az ortodox katolikus egyház viszont nem engedi meg, hogy együtt, ugyanis teljesen mást ünnepelnek, és a két ünnep valahol egymást ütné, és ezért akkor újra számolnak, és ebből adódik a különbség. Pünkösd ünnepén a Szentléleknek az apostolokra való leszállását ünneplik, hagyományosan a vasárnapi istentisztelet után búza és kalács szenteléssel. Mivel a templomi szertartás után mulatság következik, általában a szerb közösség barátai, ismerősei is részt vesznek az ünnepen.